Hali papi, mami. Az én korosztályomban én ilyen kakukktojásnak számítok, de legalábbis valami csodabogárnak, vagy nem tudom. Pont a barátommal beszélgettünk, fönn voltunk TS-en, és akkor TS-en, az is egy ilyen durva dolog szerintem, hogy az én koromban valaki tudja azt, hogy mi az, hogy TS, TeamSpeak-en beszélgettünk, és akkor följött ez a téma, hogy mi a baj velünk, vagy mi a baj inkább a korosztályunkkal. Ugye nem titok, én 40 éves vagyok, most leszek már 41 éves. És akkor mindig, amikor mondom ezt a kort, akkor mindenki, júj, 40, nehogy már 40. A mi korosztályunkban ott gyakorlatilag a két fő ilyen társadalmi elvárásnak már megfeleltek nagyjából az emberek. Ugye az egyik az az, hogy gyerekük van, a másik meg, hogy minimum egy házasság. És akkor én, nekem meg még ugye egyik sincs. Mert én még mondjuk várok ezzel. És ugye nagy kérdés, hogy akkor hova vársz már ennyi évesen, mint hogyha ez én kötelezően ki van osztva, hogy mikor kell. Jó, nyilván nőknek a biológiai órájuk az ketyeg. Azt is értem egyébként. De ettől függetlenül persze szeretnék családot is, meg szeretnék gyereket, sőt, én házasodni is szeretnék, mármilyen furcsa. És a mi korosztályunk, az ennyi évesek, mint mi, azok teljesen máshogy gondolkodnak már. Egyszerűen, hogy nem belefásultak egy ilyen életritmusba, ami nekik mondjuk olyan már ilyen 30 éves koruktól már megtörtént, rögtön lett egy családjuk, és nem azt látom, hogy az összes velem egykorú srác, aki ez is érdekes, hogy mindig mondja az ember, hogy mindig akkor érzed fiatalnak, vagy annyi idősnek magad, hogy hú, milyen idős a 20, amikor 10 éves vagy, aztán milyen idős a 30, milyen a 40, az 50, és akkor mindig elérkezel, kénytelen vagy, mindenki megöregszik egyszer, jó esetben. Hiába mondjuk, hogy az milyen idős, hát akkor olyan, mint azt mondanánk, hogy ha valaki meghalt, mint hogyha te nem halnál majd meg egyszer. Hát mindenki meghal, mindenki megöregszik. Ez így van, de egyszerűen azt látom, hogy a mi korosztályunk az meghízva, meg szétkopaszodva, meggyötörten két gyerekkel a térdén ül egy ilyen befásult családi kamuidillbe, és így gyakorlatilag olyan, mint hogyha nem tudom, ilyen 70 éves lenne. Tehát egy 70 éves papát látnék, nagyon sok velem egykorú. És azt vettem észre, hogy már nem érdekli őket semmi. Tehát teljesen megszűnt létezni a világ, a modernitás nem érdekli őket, nem haladnak a trendekkel, az internettel, az elektronikai eszközökkel, és ilyen igazi megöregedett embereknek tűnnek, és mi meg nem vagyunk ilyenek. És ezért mi vagyunk a furcsák. Tehát a keresztfiaim is azért tudnak tök jól azonosulni velem szerintem, mert Minecraftozik, tudom, hogy mi az, tudom, hogy mi az, hogy streamelni szeretne. Tudok róluk mindent. És ezzel én gyakorlatilag már egy ilyen csodabogár vagyok, vagy nem, az a baj, hogy én kakukktojás inkább. Kakukktojások vagyunk, akik nem punyadtak bele az életbe, így úgymond. Már az is durva, hogy mi sportolunk rendszeresen, hogy érdekel egyáltalán, hogy nézünk ki, meg érdekel az egészségünk. Azt látom a korosztályban, hogy egyszerűen nem is érdekli őket, mint akik mennek meghalni. Mindenre ráfogják, ugye, hogy már neki miért nem lehet sportolni, meg ebbe a korban már az nem jó. Nekünk meg segít. Nem érdekli őket, hogy hol élnek, hogy hogyan élnek. Nem érdekli őket semmi. Nem érdekli őket, hogy milyen ruha van rajtuk. Engem érdekel, hogy nézek ki, igenis. Engem érdekel, hogy milyen ruhákat veszek, hogy nézek ki, még ennyi évesen is érdekel. És érdekelni is fog, és egyébként 50 évesen is fog érdekelni, ugyanúgy, mert hogyha ezek a dolgok elvesznek, akkor azt gondolom, hogy a teljes egyéniséged megszűnt. Akkor föladtál mindent, akkor neked már mindegy, neked mindegy, hogy áll a hajad, meg hány napos borostád van, meg nem fürödtem 2 napig, meg kinyúlt nyakú trikóba ülök itthon,
Úgy sem megyek sehova, de ha megyek is, már nem érdekel, nem veszek magamnak egy cipőt. Engem érdekel. Érdekel, hogy milyen cipő van rajtam, milyen nadrág van rajtam. Érdekel még mindig az, hogy a koromnak megfelelően öltözködjek normálisan, mert ugyanúgy láttok mondjuk az utcán egy idősebb nőt is, aki mondjuk lehet, hogy már 50 fölött is van akár, de óriási különbségek vannak, és igenis tud adni magára, és próbál csinos maradni, és igenis minden korosztálynak megvan ez a fajta odafigyelése saját magaddal kapcsolatosan. És én azt gondolom, hogy hogyha én meg odafigyelek magamra, vagy egy kicsit modernebb akarok lenni, vagy maradni, akkor már különc vagyok, hogy én nem punyattam bele egy ilyen életbe. Nem egy ilyen roncsként vagyok 40 évesen, hanem aki ránéznek, és akkor mondjuk azt mondják, hogy jaj, nem vagy te 40, még akkor is, ha nem is így gondolják, tök mindegy. Ez nem én fogom eldönteni, hogy úgy nézek ki, mert ha úgy nézek ki, azzal semmi baj nincs, mert hogy annyi éves vagyok. Azzal sincsen semmi probléma. De azt látom, hogy így eltűnnek a sülyeztőbe, hogy nem tudom, nincs egy annyi, hogy elmegy a barátjával és iszik egy sört, mert már ő egy ilyet már nem tehet meg, és akkor úgy álmodozunk ezekről, hogy jaj, ha én elmehetnék megint, hogy miért nem mehetnél el? Nem értem. És mi is megtesszük. Mi is megtesszük a barátom, hogy bemegyünk a városba, iszunk egy sört, meg bemegyünk valami szórakozó helyre, meg hazamegyünk. Jó, nyilván nem megyünk olyan helyre, ahol már ilyen, tudom én, 17-től 20 éves korosztály van, mert ez nekünk már nagyon nem, sőt, ugye ez már zavaró. Viszont tudunk legalább találkozni, beszélgetni személyesen. Meg nem tudom, én gyerekkoromban is tök érdekelt a számítástechnika, szóval egy csomót játszottunk már akkor is, és így megmaradtak. Tehát engem ugyanúgy érdekelt, akárhány éves voltam, hogy mennyit fejlődik ez az egész, így grafikailag, meg szerettem így számítógépes játékokkal játszani, mai napig így játszunk egy csomó játékkal, meg PUBG-zünk, meg Counter-Strike-ozunk, meg nyomtuk a World of Warcraftot, így 5 éven át, meg érdekelnek az új gémek, én ugyanúgy fölrakom, mert engem ezek érdekelnek, így nem vagyok hülye hozzá, így tudom, hogy mi az, hogy ISO-file, meg tudom, hogy mi az, hogy Demon Tools, meg bemuntolni, meg tudom, mi az az e-mail, tudok róla mindent, érdekel egyszerűen az egész, és hogyha nem érdekelne mondjuk a játék része is, mert ugyanúgy, hogy összejövünk, és akkor online játszunk, még ugye azért van a korosztályban, hál' Istennek egy pár ember, aki szintén mondjuk játszik, vagy ki tud ezzel kapcsolódni, de nagyon sokan vannak, akik, de most nem is a játékról, hanem egyáltalán az a technikai részéről, így fogalmuk sincs, nem tudom, olyan, mint hogyha így le lennének maradva, mondjuk egy 15 évvel. Ne kelljen már egy 40 éves férfinak elmagyarázni mondjuk, hogy kell elolvasni a telefonodon egy e-mailt, vagy hogy kell megnyitni egy üzenetet, meg ilyeneket egy éves embernek. Hát, mert hogyha egy ilyen 70 éves nénike odajön, és tényleg nem ért az okostelefon, mert alig látja már, akkor jó, persze, én értem, de könyörgöm, egy korombeli srácnak vagy nőnek, én nekem már ilyet, hogy azt se tudja, hogy a lánya, aki ugye nekem is lehetne most már legalább egy ilyen 17-8 éves lányom vagy fiam, hogy mondjuk nem tudják, hogy Facebookon ő fönt van, és mondjuk milyen képeket csinál magáról, vagy nem tudja, hogy YouTube-on videókat készít a lakásról. És még sorolhatnám ezer millió dolog, és nem tudják, hát azt se tudja, hogy mi az. Nem érti, nem talál rá a saját gyerekének, nem tud utána nézni, hogy egy 16-7 éves lány, vagy 14-5, a még rosszabb, hogy mondjuk posztol magáról fürdőruhás képeket, vagy ne adj Isten fehér neműs, meg csücsörít, és nem látja a szülő, aki mondjuk annyi idős, mint én, ennyire hülye a korosztályom, hogy erre nem képes, vagy hogy az e-mailjébe belenézzen, miért kell egy zárt e-mail fiókjának lenni egy 13 éves kislánynak vagy kisfiúnak, amiről a szülő nem tud, hát aki ki tudja, milyen képeket küld meg hova, hogy nem tudják a veszélyeit, hogy nem értik. Egyszerűen olyan, mint hogyha ilyen,
Nem tudom, sokszor úgy érezzük, mintha ufók lennénk, hogy így velünk van a baj. Pedig szerintem meg nem. És mindig az is fontos, hogy mindig próbáltunk korunknak megfelelően élni. Tehát nem hülyét csinálni magunkból, hogy ilyen fiatalos szlenggel beszélek, vagy mert vannak ezek, persze, vannak ezek az idősebbek, akik hülyét csinálnak magukból. Nem, én nem is erről beszélek, mert az meg tényleg borzasztó, amikor valaki ilyen nagyon menő, nagyon fiatalos akar lenni. Nem erről van szó, hanem pont, hogy szerintem ennek a korosztálynak megfelelően még attól tudhatsz dolgokat, meg könyörgöm, elmehetek kerékpározni, mert 40 éves vagyok, könyörgöm, mert tudok, meg sportolok, mint egy állat, edzek, karbantartom magam, meg miért ne figyelhetnék arra, hogy milyen ruhákat veszek föl, vagy hogy veszek parfümöt, mert jól esik mondjuk a párod előtt is, hogy nem úgy nézel ki, mint egy kalapszar. Hogy még ennyi évesen is tetszél neki. Vagy mi millió dolog, ami van az életben, hogy miért kéne lemondani egy bizonyos kor után bármiről. Nem is értem, hogy miért kéne, miért az a furcsa, aki nem mond le ezekről a dolgokról? Miért nem az a furcsa, aki már mindenről lemondott, és otthon ül egy lakásba, mondjuk két gyerekkel, és mindenkinek azt meséli, hogy neki milyen szar az élete, hogy a feleségével már nincsen szexuális életük, hogy tönkrement az egész, ő megbánta, hogy vele házasodott össze, és az a jó. Ez egy idilli dolog, mert neki van egy ilyen fix élete, és akartak már semmi, nem érdekel, hogy néz ki, meg nem érdekel semmi az ég adta a világon, csak az, hogy ha megkérdezik, akkor el tudja mondani, hogy persze, hát már van két gyerekem, van egy feleségem, igen, jó, meg ott, még ott dolgozom, és akkor hazamegyek, és haza sem megyek már mondjuk. Lehet, hogy le vagyok maradva, akkor agyilag még azt is bevállalom. Hogyha ez zár, akkor bevállalom, hogy nekem nincs olyan gondolkodásom, hogy ennyire megfeleljek a társadalmi elvárásoknak, mint család, meg gyerek, meg házasság, meg mit tudom én, ezek a annyi évesen az ember azért már üljön otthon inkább, aztán igyon egy sört a tévé előtt, már ennyi évesen, így maradjál te nyugton most már, nem kell neked már sehova menni, meg semmit sem csinálni, úgy legyél el a kis életedben, amit utálsz, és akkor majd jó. És én meg én nem vagyok ilyen kész. Egyszerűen ezt nem tudom megtenni. És nem fogom tudni megtenni 50 évesen, meg 60, meg soha nem fogom tudni megtenni ezt, hogy elfogadjam azt, hogy ennek van egy ilyen korosztály, amitől már értelmetlen az egész életed. Én ezt nem tudom elfogadni, sajnálom. Én mindig szeretnék picit modern maradni, követni azt, ami a világban van, a technikai fejlődésben részt venni, igenis 50 évesen is figyelni arra, hogy kinézzek valahogy. Nekem ezek a dolgok fontosak. Aztán lehet, hogy mi gondolkodunk rosszul ketten. Az is jó, hogy legalább ketten vagyunk. Na, hali papi mondom.